A 20. születésnapját idén ünneplő Aqua esélyben 175 igazolt versenyző pólózik, de az úszásoktatásban résztvevőkkel és a szenior úszókkal együtt mintegy 300-an tagjai az egyesületnek. Az őszi szezonban több fiatal is részt vett a korosztályos válogatottak edzésein, miközben a bajnoki meccsek száma kis hiány elérte a 100-at. 99 meccset játszottunk, minden korosztályt lebontva, ez nagyon sok, sose volt ennyi meccsünk. Ennek túlzott nagy része itt Nyíregyházán a városi úszodában, hazai fordulóként jelent meg. Nagy siker, hogy a gyerekkettes országos leánycsapattal országos bajnokságban indulunk. Nagy siker, hogy bébi korosztályban két csapatunk van jelen a bajnokságban. Nagy siker, hogy az országos A2-ben ott vagyunk gyerek serdülő és ifi csapattal. Hatvani Péter a serdülő és az ifjúsági csapat szakmai munkáját irányítja. A három országos bajnokságban szereplő együttes közül a serdülők érték el a legjobb helyezést az alapszakaszban. A gyermekcsapatunk a tavalyi sikertelenségek után nagyszerűen fejlődött, és Édes Zsolt kollégám nagyszerű munkát végzett, így a 7. helyen végeztek az alapszakaszban. A serdülő csapatunk az 5. lett, így ők érték el a legjobb helyezést. Az ifi csapatunk a serdülőkkel és az ifikkel karöltve, tehát korosztályba karöltve 9. helyen végeztek. Lehetett volna jobb mind a kettő korosztályba, a serdülőbe és az ifibe is, azonban most így jöttek ki a dolgok, de nagyon büszke vagyok a srácokra, mert nagyon jó munkát végeztek. Az Aqua Ese neves sportolókat vendégül látva igyekszik motiválni az egyesület színeiben vízilabdázó gyerekeket. A példaképek közelről rendezvényünk az minden évben körül 3 eseményt takar. Annyit szoktunk rendezni Pazonyi György kollégánkkal, aki olimpiakutató. Most Faragó Tamás volt itt a Jónyer Istvánnal pingpongozó 4-szeres világbajnokkal. A Tamást azóta, ugye Faragó Tamást megválasztották Prima Primissima díjra, és azt megkapta a Művészetek Palotájába, ami egy nagyszerű elismerés neki, illetve a sportágnak. A jövő évet tekintve tavasszal, áprilisban lesz a következő programunk. Még kiválasztás alatt van, hogy kit fogunk vendégül látni, illetve meghívni. Nyáron szeretnénk még egy köztes rendezvényt, illetve ősszel egy utolsót, és az lenne a 3. Az Aqua Ese csapatai csütörtökön elkezdik a felkészülést a tavaszi folytatásra. A 3 országos bajnokságban szereplő együttes számára február végén a rájátszással folytatódik majd a bajnokság.